Köszöntöm nézőinket a Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Győr Fischer Nagy Kumúzeumban vagyunk, ahol hamarosan nyílik Kabai László festőművész kiállítása, vele beszélgetünk. Itt néhányan már itt vannak és nézték a kiállítását, és megállapították, hogy egy új dolgot látnak most öntől. Milyen új képeket láthatunk most? Hát ezeknek döntő többsége. A kiállított anyagnak jövő a 3/4 része az inkább egy ilyen elvontabb, geometrikus abstrakcióhoz közelítő alkotások lennének, ami kicsi szokatlan gondolom az átlagember számára. A másik egyharmad része az hagyományosabb, egy picikét az figuratív ábrázolás, de az sem a hagyományos úgynevezett egy síkon ábrázolt háromdimenziós illúziónak az ábrázolása, hanem egy ilyen síkba redukált, félig síkba redukált képek. Én amikor beszélgettünk előtte, egy kicsit vadabbnak neveztem a színeket, viszont ön elmondta, hogy minden színnek és minden képnek megvan a maga története. A meghívón van egy nagyon szép, érdekes kép, annak mi a története? Hát a meghívón levő kép az a Virágzó Bacilva címe. Hát a műterem előtt vannak bacilva fák, és kb. 3 éve figyelem már, hogy tavasszal milyen gyönyörű, amikor virágba borulnak ezek a fák, és úgy gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt megfesteni. Úgyhogy hogy nem hagyja más módon, hanem valami újszerűen. És akkor ugye ezen dolgoztam, úgy 3 évig, mire úgy sikerült ezt megoldanom, legalábbis gondolom, úgy érzem, hogy nem lett rossz. Hát végül is arról szól az újjászületésről, a tavaszról, a megfelelő konstellációban vannak benne a színek és a formák. Tehát gyakorlatilag nem egy realista kép, hanem önmagában, hogy maga az anyag, a vászon és a festék és az egésznek a kompozíció az együtt alkot egy egészet. Hát úgy lehetne nevezni, hogy a vadszilvafáknak az igazságát próbáltam megkeresni ezzel. Itt is egy vadszilvát ábrázoló fa mellett állunk, viszont vannak azért ismerős képek, hiszen az én karcagomat azért már láthattuk, azt itt sokan ismerősnek üdvözölték ezt a képet. Úgy tudom, hogy ez egy 10 év termése körülbelül, mióta a gondolattól elkészültek ezek a képek. Jó sokáig gondolkodott, és jó sokáig értek ezek a gondolatok, de hát gondolom, hogy azért sokat utána nézett, hiszen mondta, hogy jó felkészültnek kellene egy művésznek. Hát igen, ezek nem úgy hip-hop készülnek, hanem előzetes tudásra van szükség, rengeteg tanulmányra, meg gondolkozásra, ötletelésre. Szóval ezek így állnak össze. És akkor ebből alakul ki mondjuk egy új, teljesen önmagamon átszőve, az én lelkemen keresztül átszőve, és úgy alakul ki egy kép. Ez egy összegzés végül is, valamilyen jelenségről, vagy éppen valamilyen nézőpontból, de mindenképp át van szőrve. Ez egy sűrítmény, mondhatni, egy túrmix. A valós látványnak egy túrmixolása, egy összesűrítése, és egy idejűségbe való megmutatása. Ez az újabb arca Kabai Lászlónak, viszont a megszokott arcot folytatni fogja, tehát fogunk-e látni újabb filmet, fogunk-e látni újabb képeket, hiszen megy mellett a tanítás is, tehát mi mindenre lesz ideje a következő hetekben, hónapokban? Hát igen, egy kicsit nehéz összeegyeztetni. Az, hogy fotográfiával is foglalkozok, vagy éppen filmezéssel, ez a filmezés mostanában háttérbe szorult. A fotográfia viszont megerősödött, most volt éppen egy kiáltás, amit tavaly. Végülis az nagyon szeretem a fotográfiát, és valószínűleg azt fogom csinálni tovább, és meg a festészetet. De ennek a megosztása elég nehézkes, nagyon nehéz. Meg ugye mellett még tanítok is a művészetiskolában, meg általános iskolában a mozgóképmédiát, meg vizuáskultúrát, meg vezetek egy ilyen filmkészítő klubot, vagy műhelyt. Tehát ezek is teljesen beosztják az mindennapjaimat, tehát minden napnak megvannak a feladatai. És hát az is feladata egy pedagógusnak, művésztanárnak, hogy tehetségeket fedezzen föl, de az is, hogy egyfajta látásmódot adjon a tanítványainak, diákjainak. Mire tanítja meg őket? Hogy érzi, mi az, amit már át tudott adni, és mi az, amit még szeretne átadni nekik? Hát igen, ez a látásmód az nagyon fontos. Tehát az, hogy valójában a környező világban mit látunk, vagy mit veszünk észre, és ahhoz milyen kifejező eszközt rendelünk, mert ez nagyon fontos, az a konstellációja ezeknek, az együttállása, hogy valami, tehát egy tartalom és a forma, mondhatni egybe szerkesztése. Ha valamit vizsgálatosan közlünk, akkor annak legyen valami formája, meg tartalma. Tehát valami szándékunk legyen mindenképp a közlésünkkel. Ezek az alapok, amit megkapnak öntől a diákok. Én azt kívánom, hogy igyekezzen úgy beosztani az idejét, hogy azért láthassunk még újabb filmeket, és láthassunk újabb szép természetképeket, portrékat is öntől, és a következő hónapokhoz pedig sok-sok kitartást és sok-sok időt kívánok ahhoz, hogy hasonló szép kiállítást láthassunk öntől. Nagyon szépen köszönöm az interjút, én is viszont kívánom kedves nézőknek és önöknek is.